Bár Orbán Viktor szerint a halálbüntetés megérne egy misét, ezzel nem értenek egyet politikus társai és a szakemberek sem. Navracsics Tibor ellenzi a halálbüntetést, mert egy esetleges bírói tévedést nem lehet korrigálni. Kollár György alkotmányjogász pedig azt mondta, egy halbiológusnak, egy erdőkerülőnek vagy egy fociedzőnek nem kell tudnia, hogy a halálbüntetés visszaállítását nemzetközi egyezmények tiltják, de egy jogvégzett politikusnak igen. Itt nincs halálbüntetés, az Európai Unió tiltja a halálbüntetést, pedig ez is megérne egy misét. Orbán Viktor szerint van összefüggés a bűncselekmények és a büntetések visszatartó ereje között. Éppen ezért akár a halálbüntetés kérdéséről is ideje lenne beszélni. Fogadják el! Sokan azonban nem osztják a miniszterelnök véleményét. Navracsics Tibor ellenzi a halálbüntetést, mert szerinte a Móri gyilkosság esete is bebizonyította, hogy tévedhet az igazságszolgáltatás. Nem vagyok halálbüntetéspárti, nem csak a nemzetközi szerződések miatt, nemzetközi kötelezettségeim miatt, hanem azért is, mert ha egy bíró téved, valakit halálra ítél, akkor utána őt már nem lehet visszahozni. Míg hogyha életfogytiglanra ítélnek valakit, és kiderült a bírói tévedés, akkor utána korrigálható ez a döntés. A szóban forgó. Gyurcsány Ferenc szerint a halálbüntetés nem egyeztethető össze az európai humanista felfogással, de a keresztény erkölcsiséggel sem. Embernek joga és lehetőség, hogy életet adjon, de nem joga és nem lehetőség, hogy életet elvegyen. A legborzasztóbb bűn a gyilkosság bűnére nem válasz egy azzal egyenértékű másik bűn, az állam által elrendelt gyilkosság. Ne játsszunk Istent! Zamecsnik Péter szerint Orbán Viktorból most a politikus szólalt meg, nem pedig a jogász. Nyilvánvaló, hogy a politikának néha-néha bizonyos populista meggondolásból elő kell, hogy vegye ezt a kérdést. Lehet, hogy ezzel különböző társadalmi igények kielégítését próbálja szolgálni, de én azt gondolom, hogy ez a felvetés szakmailag nem állja meg a helyét. Egy halbiológus, egy erdőkerülő vagy egy foci edző mond ilyet, akkor neki nem kell tudni, egy jogvégzett politikusnak tudni kell. Kollár György is osztja ezt az álláspontot. Az alkotmányjogász szerint a halálbüntetés nem játék, hiszen korábban Magyarországon politikai okokból is végeztek ki embereket. Nincs szükségszerű, alkalmas, kimutatható összefüggés a bűnözés helyzete és halálbüntetés között. Attól az emberek nem tarthatnak vagy tartódnak vissza, hogy nekik is kivégzéssel kell számolni. Ha pedig ilyen összefüggés nincs, erre hivatkozni álságos. Kollár György elmondta, Magyarország aláírta a római egyezményt, amely tiltja a halálbüntetést. Hozzátette, a szerződésben az is szerepel, hogy ezzel kapcsolatban kifogást sem tehet az ország.